A Dunaszerdahelyi kórházban már oltják az egészségügyi dolgozókat a védőoltást harmadik adagjával. Eddig 100-an kapták meg ezt a vakcinát, és várhatóan a dolgozók 90%-a kérni is fogja. Az egészségügyi dolgozóknak, ezek értelmeszerűen a saját alkalmazottaink, vagy pedig a külső járóbetegrendelőkben, vagy szociális intézményekben dolgozók, őnekik nem kell regisztrálni, hanem egy becsületbeli nyilatkozatot írnak itt alá, aztán az oltóközpontokban, hogy ők egészségügyi dolgozók. Az egészségügyi dolgozók mellett a legyengült immunrendszerű betegek is kérhetik már a harmadik oltást. A váróteremben jelenleg 420 csökkent immunitású beteg regisztrált. Számukra a kórház külön időpontokat jelölt ki az oltás beadására. Hétfőn, kedden és szerdán 8 és 12 óra között kaphatják meg a vakcinát. Ők két módon juthatnak hozzá a harmadik oltáshoz. Az egyik a regisztráció által. Minden egyes ilyen beteg kap egy SMS-t a biztosítójától, és ezzel az SMS kóddal aztán lehet regisztrálni a korona.gov oldalon. Hogyha regisztrálva vannak, akkor nem kell már semmilyen más egyéb igazolás vagy bizonylat. Aki pedig nem regisztrál, annak szüksége van egy beutalóra a körzeti orvosától, és ő szintén ugyanúgy itt az oltóközpontunkban megkaphatja a harmadik oltást. A Dunaszerdahelyi idősek otthonában a lakók elsők között kapták meg a koronavírus elleni védőoltást. Az intézményben a beoltható lakók 100%-a megkapta mindkét oltást. Most a harmadik adag vakcina iránt is érdeklődnek, amit kérvényeztek is az illetékes minisztériumnál. Szükség is van erre a oltásra a nagy részének, hisz látjuk, hogy máshol nehézségek a második után is hogyan jöttek ki, és a harmadik enyhítette a járványt. A minisztérium fogja beosztani ezeket a oltási sorrendet. Van lehetőség a oltásra. Közben levitték a létszámot is, hogy minimum 5 fő az, amikor kijönnek oltani, de várjuk a minisztérium utasítását. Egyenlőre a adatgyűjtés stádiumában van, és úgy gondolom, hogy utána ők ezt feldolgozzák és beosszák. Amióta két oltás lényegében teljes mértékben megkapták a lakók, azóta itt megbetegedés nem volt. Én bízok benne, hogy ez sokáig így is lesz. Bár a vészhelyzet megszűnt, továbbra is rendkívüli állapot van érvényben. Az óvintézkedéseket az idősek otthonában lakóknak be kell tartani. A lakók számára biztosított a szabad kijárás, a látogatás esetében eddig a kültéri látogatást részesítették előnyben. A Dunaszerdahelyi járásban továbbra is stabil a járványhelyzet. Ez annak is köszönhető, hogy az 50 év feletti lakosok oltottsági aránya elérte a 75%-ot. A kórházban a koronavírusos betegek számára elkülönített osztályon jelenleg 8 beteget kezelnek, senki sincs lélegeztetőgépen. A többségük oxigénterápiát kap, a betegek nagy része oltatlan.